Da Vinci Kids percek. Ötletek és praktikák tanároknak a digitális sikerekhez a Da Vinci oktatási csatornával. Legyél te is digitális Da Vinci tanár. Digitális élményóra. Hogyan induljunk? Gergő, te média szakos tanárként úttörője vagy a digitális oktatásnak. Szerinted mi az első lépés ahhoz, hogy egy pedagógus barátságot kössön az internettel? A pedagógusok részéről legfontosabb a nyitottság. Nyitottnak kell lenni először is a gyerekek felé, a digitális generáció felé, akik tényleg természetesen nyúlnak a digitális eszközökhöz, kíváncsiak, szeretik ezeket használni. Aztán nyitottnak kell lenni a tanároknak az új módszerek felé, hogyan tudják ezeket az eszközöket bevonni, és nyitottnak kell az eszközök felé is lenni. Nem szabad attól megijedni, hogy valamelyik eszköz esetleg technikai gondot okozna. Bölcsészként nekem is meggyűlt egy-két IKT eszközzel a bajom, de voltam annyira kitartó, érdekelt, szerettem volna bevinni a gyerekekhez egy-egy alkalmazást, hogy szívesen kísérleteztem vele. Később aztán rájöttem, hogy egyáltalán nem ciki, hogyha a gyerekektől kérünk segítséget. Én például most a kiterjesztett valóság alkalmazást és a robotikát tanulom gyerekektől úgy, hogy mondtam, hogy figyeljetek, én megtanítalak benneteket tutira verset elemezni, érezni az életet a verseken keresztül, de nem értek a robotikához, egyáltalán nem értem még, viszont szeretném, hogyha megmutatnátok, és a gyerekekkel közösen kezdtünk el robotikát tanulni. Én azt gondolom, ez egyáltalán nem probléma. Ez is egyfajta pedagógusi tekintély. Ugyan lelépek a katedráról, a gyerekek közé megyek, de szerintem egy jó tanár pont ezt teszi, és a gyereket biztatja, és pont így ér el a tanár sokszor tekintélyt a gyerekeknek, hogy igen, bemeri vállalni, hogy ő is ember, nem tud minden, és ez a közös tanulás szerintem nagyon jó dolog. Szóval azt gondolom, hogy tényleg nagyon nyitottnak kell a tanárnak lenni, de nem szabad megijedni. Ma már rengeteg alkalmazás, eszköz van, hirtelen jön, éjszakánként újulnak meg dolgok. Ha már egy-két alkalmazást megismerünk, bevisszük órára, pár hónap múlva újabbakat kipróbálunk gyerekekkel közösen, kollégákkal közösen, továbbképzéseken, közösségi oldalakon figyelünk tanárokat, akkor nagyon sok mindent tudunk tanulni, és egy-egy egyszerű alkalmazással is már nagyon sok mindent tud egy tanár csinálni, mert igazából ehhez nagyon fontos a módszer, hogy hogyan használom én ezt a digitális eszközt, hogy ne csak egy öncélú csilibili projektor világítás legyen a tanóra, hanem valóban pedagógia legyen, és A-ból eljussak B pontba. Úgy pedagógilag, oktatásilag, mind nevelésű módszertanilag. Miért elengedhetetlen szerinted, hogy egy tanár jelen legyen az online térben és az oktatásában is alkalmazza az internet adta lehetőségeket? Azt szokták mondani, hogyha meg akarjuk érteni a mai gyerekeket, akkor az életük részévé kell valamennyire váljunk, márpedig a mai gyerekeknek az életük egy része bizony online zajlik. Annak idején egyszer megkérdeztem egy IKT-s professzort, hogy mennyire látja jónak, hogyha egy tanár visszajelöli a közösségi oldalon a diákokat, mire ezt mondta, hogy nemecsek tanárai sem mentek ki a grundra, hát mi se jelöljük vissza a Facebookon a gyerekeket. Én arra gondoltam akkor, hogy bizony jó lett volna, hogyha nemecsek tanárai hébe-hóba kimennek a grundra, mert már tanórán esetleg úgy tudom beépíteni a tananyagba egy-egy tartalmat, hogy tudok reflektálni a gyerekekre, másrészt osztályfőnökként, és nem csak oktatóként, hanem nevelőként, azt gondolom, hogy tisztában kell legyünk a gyerekek lelki világával, és nyilván betartva a kompetencia határokat, de így tudunk segíteni. Másrészt a gyerekek számára az ilyen pedagógus, én azt gondolom, hogy sokkal hitelesebb. Milyen hiteles forrásokat, közösségeket javasolsz, hogyha valaki digitális tanárra szeretne válni, honnan táplálkozzon, honnan vegyen ötleteket, hogyan induljon el? Tényleg ma már nagyon sok jó gyakorlat elérhető. Az interneten különböző tudásbázisok vannak, ahol óraterveket le lehet tölteni, meg lehet nézni, hogyan működnek az eszközök. Számos szakmai konferencia van, ahol tudnak tanulni egymástól a tanárok. Szülőktől is lehet esetleg segítséget kérni, illetve a Da Vinci tanárprogramba is bejelentkezhetnek a tanárok. Ez azért jó, mert egy olyan innovatív közösség, ahol a pedagógusok mentorálást kapnak, különféle tartalmakat érhetnek el, lehetőségük van fejlődni, módszertanilag megújulni, ami nem mellesleg, én azt gondolom, a kiégésnek az egyik megelőzése lehet, hogyha módszertanilag megújulok, és ebben egy jó lehet a digitális pedagógia, vagy a digitális eszközökkel támogatott projektmódszer. Telekom. Komolyan vesszük a digitális felelősségünket.